Szép jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm a kedves nézőimet, napi lélek morzsa követőimet. A hét utolsó adásához érkeztünk, és én úgy gondoltam, hogy a délvidéki magyar költészetnek adósa vagyok, még legalább egy összeállítással, és ha már az erősebbik nem képviselői szerepeltek a palettámon a tegnapi adásban, akkor ma úgy illik, hogy a saját nemem képviselőit, a vajdasági magyar költőnőket is, legalábbis egy maroknyi csoportjukat bemutathassam önöknek. A sort egy kedves barátommal kezdeném, Banka Gabriellával. Nem messze az én szülőfalumtól látott napvilágot, illetve onnan származik, Csókáról. A pályáját színésznőként kezdte, de én igazi polihisztornak tartom, hiszen amellett, hogy fantasztikusan bánik a szavakkal, és költői tollából igazi műremekek, igazi kincsek származnak, amellett kis plasztikákat, illusztrációkat, festményeket készít, a köteteit is a saját illusztrációival gazdagítja, és én az első kötetéből, a délvidéki imádságokból hoztam el az egyik kedvencemet. Ennek a kötetnek a mottója, mint egy azt mondhatom, hogy Banka Gabi költői árszpoétikája: ha írok, létrejön bennem a rend, nyugalmából születik a csend, mély csöndemből szólal meg a hang, ébredésre ébresztő harang. És a kötet másik mottója: add, Uram, hogy tisztán halljak, s a rím kedvéért ne hazudjak. És akkor szólaljék meg ebből a kötetből egy igazi különlegesség, Banka Gabriella külön-külön című verse. Ahogy a kertész külön-külön hajol le mindegyik rózsatőhöz, s a fagy elől földdel befedi, ahogy az anya néz mindegyik gyermekére, s gyengéden szívéhez emeli, ahogy a szerelmes ifjú is, mielőtt csokorba kötné, külön-külön szed minden virágot, s ahogy a ház is külön-külön kézbe vett tégla vagy vályog, ahogy a pelyhek külön-külön formálva hullnak az égből, s egységes fehér takaróként adnak hírt a térről, ahogy a zenész külön-külön rakja fel a húrokat, míg keze a kulcsokon barangol, egyszerre pendíti őket és egymásba hangol, ahogy a billentyűkhöz a zongorán külön-külön ér az új, és mindegyik síp egészen más, és kijelölt helye egészen pontos, és mindegyik füledbe válj, és a félhang is egészen fontos, ahogy a világosság megkeres külön-külön minden ablakot, ahogy a nap fénylő sugara a tűfokán külön is beragyog, ahogy ha írsz, külön-külön formálod meg a betűt, hogy szó legyen, ahogy külön-külön megállok minden képnél, amikor emlékezem, miképp a gyöngysor, melyet viselsz néha, külön-külön gömb, s egy láthatatlan cérna. Miként a harmadcseppek, ha felkel a nap, egyenként száradnak millió füvön. Úgy keres meg az Isten minket, és így hív magához. Külön. Külön. Folytatva a vajdasági költőnők sorát, következzenek az ifjú titánok, vagy ha úgy tetszik, titaniszok, akik frissességükkel, megújulási vágyukkal üde színfoltjai nem csak a vajdasági, hanem úgy összességében véve a magyar költészetnek. A következő költőnünk Terék Anna.
Vele egyszer volt alkalmam személyesen találkozni az első verses kötetének, a Mosoly szakadásnak a nagybecskereki könyvbemutatóján. Nagy kedvencem, és azóta is örömmel forgatom ezt a kötetet. Két gyöngyszemet választottam belőle. Terék Anna. Porcukor. És ahogy a nénik, úgy görbül az összes szombat délután. A karod köré tekeredik, lehunja szemét, mosolyog, mert tudja, hogy hamarosan úgy is megreped, a városra ráfolyik az este. És te tudni fogod, hogy múlik a szombatod, s lobogva jön pökhendi vasárnapod. A porcukros szél a hajam alá bújik, a blúzom alá. Pont nálam akar elrejtőzni, mintha nem üvegből lenne a testem, mintha gondolataim nem lennének mind-mind zöldes-fehér üvegből. És ha mosolygok a szélben, az mindig annyi port hint mosolyomra, hogy az rajtam a séta lágy megjegyzése lesz. És ha ujjadat finoman végighúzod lelkemen, rád kenődik az a finom porréteg, amit egy séta hagyott rajtam, s ami még ropog a fogaim alatt. Ravatal. Kussol az asztalon a magány, ránk hasal. Kint megvakult a délután, lepedőként feszül az égre az este. A székek alattunk imádkoznak, beleroppan a lábuk is. Csipkésre rágja a füstöt a lámpafény, sóhajtásom próbálom arrébb fújni. És elképzelem őt. Biztosan már ágyat vetett nektek. Asztalodra készítette a teát, kisimítja térdén a szoknyát, alatta harisnyáját. Ahogy próbál nem is várni téged. Eldönti, most sem kérdi meg, hol voltál. Aggódott, várt, próbált nem elképzelni engem, hogy hogyan mozgok veled. Közben kitakarított. Utánad pakolni vágyik az ember. Nekem is mindegy, hogy össze vagy szét. Bíró Tímea következik, őt is személyesen ismerem, nagyon sok verse került elém, Szabadkán ismerkedtünk meg a Népszínháznak köszönhetően, és azóta is jó kapcsolatban vagyunk. Nagyon szeretem a verseinek a letisztultságát, és mégis a húsba metsző őszintességét. Nehéz volt tőle is választanom, de ez az elődökre is, már mint a korábban elhangzott költőnőkre ugyanúgy érvényes. Végül emellett döntöttem. Bíró Tímea. Fékező. Egy élettel teli délutánon Editet kivezetik a világító torony peremére. És még a harmonika hangja egyre erősebb, a lóban egyre bénítóbb a csend. Sűrű bánattal teli teste alig mozdítható. A zenészek csak a magukét fújják, és dallamot szülnek egy újabb isteni megkegyelmezéshez. De Edith már nem akar átjutni a túloldalra. Nem akarja próbára tenni az erejét, mozdulatlan csend szeretne lenni. Csak csend. És tengerbe hajított nagy kabát. Egy sötétlő ól a csillagok alatt.
Napok óta csak nyerítenek a fák és a villanypóznák, hogy menjen tovább, de elhomályosul a látás, elhomályosul a kifeszített drótkötélnyi várakozás, egy agyonra meszelt szívbelső egy idő után a festéket magáról már csak lepergetni képes. Hullik az érzés, hullik a vakolat. Edith szemébe belefulladtak a Szent János bogarak. A következő költőnőt pedig Doroszlóról ismerem. Következzék Lennert Móger Tímea. Vers a távolba. Nyelem a fűszerillatú tájat. A szeretteim itt élnek. Vagy távol. Egymás nélkül. Mit érzünk a tájból? Öklöm a számba nyomom. Ha szenvedsz, hogyan éled túl a szerelmet? Hogyan örülsz, ha van minek? Felétek most az idő hidegebb. Újra értelmezem, mi a szeretet. Hétvégenként jól eshet lemenni a tóhoz. Otthont idéz. Én itthon vagyok. Távoliság, egy lakás, egy ház idegenben. Kevés, ahányszor az elmúlt években láttalak. Ha elhagytál is, ne hagyd el magad. Ez lett volna az a verslánc, amit én a termékeny vajdasági költőnők életműveiből megpróbáltam össze morzsázgatni, összecsipegetni, és a végére hagytam most már nem a költőnőktől szemezgetve egy kedvenc esti zsoltáromat a tegnap megszólított Bogdán József tollából ezzel szeretnék búcsúzni. Bogdán József, esti zsoltár. Testem nehezedik, esteledik. Ez a test estje. Az est teste rám nehezedik, simogat, suttog. Velem tölti az estebédet. Hivatlanul jött, s itt marad. Míg meg nem látja a hajnali kéket. Sistereg, serceg, aludni nem hagy. Lidérceket láttat. Hes, hes, est ronda teste, hagyd el örökre szobámat. Helyetted jöjjön a fény, s nyelje el e sötétséget. Mehr Licht, kiáltom én is. Hallja-e valaki könyörgésem? Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és egy közös játékra, ha úgy tetszik, közös alkotásra szeretném meginvitálni a kedves napi lélek morzsa követőimet, a kedves nézőimet. Ahogyan észrevehették az elmúlt hetekben, mindig próbáltam egy picit megújulni. Mindig egy picit más témaköré szervezni ezeket az esti bejelentkezéseket. És nézőként is tudom, hogy mennyire jó, hogyha van beleszólásunk a színházi vagy a művészi dolgok alakulásába. Így arra gondoltam, hogy közös alkotásra, ha úgy tetszik, közös műsorszervezésre szeretném önöket buzdítani. És előttünk áll most egy hétvége,
kettő egész nap, és én várom az ötleteiket, de miként is. Azt találtam ki, hogy írjanak nekem fogalmakat, témákat, vagy csak szavakat, amelyek önöket foglalkoztatják. Lehet akár olyan egyszerű szó, mint az ablak, de lehetnek mélyebb fogalmak, szeretet, szerelem, emlék, gyász, fájdalom, öröm, boldogság, lehet idézet, bármi, ami mottója, hívószava lehet egy-egy esti összeállításnak. És én ezeknek a hívószavaknak, ezeknek a témáknak, fogalmaknak a segítségével megpróbálom meghívni ezekbe a műsorokba a társművészeteket, a költészetet, az irodalmat, a színházat, versekkel, prózai szövegrészletekkel, monológ részletekkel, vagy dalokkal. Úgyhogy arra buzdítanám önöket, hogy írják meg nekem ezeket a szavakat. Nyugodtan, akár az oldalamra, akár privát üzenetben, akár ez alá a videó alá, és szervezzük együtt, szervezzük közösen, alakítsuk közösen a jövő heti napi lélek morzsák műsorát. Én köszönöm, hogy kitartóan velem vannak, erősítenek ebben a sokszor feszítő és bizonytalan helyzetben. Kívánom, hogy vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, az egészségükre, maradjanak még egy picit otthon, tartsanak ki, és szeressék egymást. A hétvégéjük pedig legyen napsütötte és derűs. Minden jót kívánok!